A Kistarcsai Köfe Kft. Felkészült a téli üzemre való átállásra. A cég ügyvezetője, Mira László, az ezt megelőző előrelátó tervezésről tájékoztatott. A téli üzemre való átállás minden év november 10-től történik, melyet egy téli üzemeltetési terv előz meg. Ebben a tervben szerepelnek azok a teendők, illetve előkészületek, ami a téli üzemeltetés biztosításához szükséges. Ezekben szerepel a városon belül különböző létesítmények, gyátszóterek, vízvételi helyek, szökőkutak téliesítése, fagymentesítése. Ezek az első lépések a téli üzemi működéshez, valamint a gépjárművek, illetve a gépkocsipark eszközök felkészítése. Ugye itt a téli eszközök, munkaeszközök, adapterek felszerelése, amit látható, és a mögöttünk a gépeken téli gumiabroncsok, fagyállók feltöltésére, valamint ilyenkor van a nagy szervizek, tehát a gépjárművek éves szervize vizsgáztatása, ezek is a téli üzemi felkészülést előzik meg. A téli üzemmódra való felkészülés már ősszel elkezdődik, mely nem csak a gépeket, de a cégnél dolgozókat is érinti. Minden évben november 10-től téli üzemben vagyunk, az azt jelenti, hogy készülünk a síkosságmentesítési feladatok ellátására, elő vannak készítve a kéziszerszámok, a intézmények területén síkosságmentesítő anyagokat helyeztünk el különböző tároló edényekbe, valamint itt a dolgozókat is egy munkavédelmi oktatás keretében a téli üzemre való felkészülést átismételjük, illetve a teendőket. A üzemeltetési terv alapján, hogy a kollégáink folyamatosan figyelik az időjárást, illetve az előrejelzéseket, valamint a városüzemeltetési iroda, illetve a közterület felügyelők jelzése alapján végzünk síkosságmentesítést. Gondolok erre itt bizonyos lefagyott útszakaszok, amik bejelentés alapján, illetve veszélyes kanyarulatok síkosságmentesítésére. A utak hóeltakarítását egy bizonyos beavatkozási szint elérésénél kezdjük meg, tehát ennek az a lényege, hogy kell egy akkora hómennyiség, amit a hóekével el tudunk tolni. A téli időszakban Kistarcsán a legtöbb út síkosságmentesítését és a hóeltakarítását a Köfe Kft. Végzi. A téli síkosságmentesítés besorolás alapján végezzük. Vannak 1-es, 2-es, 3-as, 4-es besorolású utak. Nagyon fontos azt elmondanunk, hogy a Kistarcsán az 1-es és a 2-es besorolású utakat, amelyek a Szabadságutat, Kossuth-Lajos utcát és a Széchenyi utat értünk, a Magyar Közút végzi ezeknek a síkosságmentesítését. A harmadrendű besorolású utak, amelyek a városi gyűjtőutak és a lakossági kiszolgáló utak, ezeknek a fenntartását, illetve a síkosságmentesítését végezzük mi. Az intézményeinkben ezzel egy időben viszont megkezdjük a kézi hóeltakarítást, illetve a síkosságmentesítést az itteni karbantartók, gondnokok segítségével, illetve itt a rendelkezésre álló személyi állománnyal. Itt beleértendők az iskola, óvoda, alapszolgáltatási központ, egészségház, illetve az önkormányzat épülete. Valamint ezek után megkezdjük a buszmegállók, illetve a buszútvonalának a takarítását, illetve a buszmegállók kézi takarítását. A Köfe Kft. Ügyvezetője felhívta a figyelmet a lakosság feladataira is. Minden lakosnak ugye a saját területén, illetve az ingatlanhoz tartozó részén ugye a járdák eltakarítása, illetve a síkosságmentesítése. Ezért kérjük őket is, hogy ezt a feladatukat végezzék el. Thank you.